Hát napsütés, és jó reggelt, hogyha itt lenyúlhatom az Andrés köszönését is. Nem. Éppen egy tuktukon ülünk, itt vagyunk Siemreában, pihentünk egy nagyot, aludtunk egy nagyot, és most robogunk az Angkorvathoz, amit tulajdonképpen három napba telene teljes egészében felfedezni, de mi ezt megkíséreljük egy nap alatt végigcsinálni. Biztos, hogy rohanós lesz, biztos, hogy izzadós lesz, ugyanis már rohadt meleg van, de nyomjuk. Egyébként egy csöpp érdekesség, itt felfedeztük azt, hogy zuhany flexi csőből milyen jó kis foggantyút lehet ide eszközölni. Egyedül a Gyurinak nincsen, szóval ő rábaszott. Kösz. Meg is vettük a jegyünket, és robogunk tovább először az Angkorvathoz. Egyébként az egész tulajdonképpen Angkorvat templom együttes egy várostok épült, nem? Ami város volt. Az egész szinte egy város volt, és 1100-as évek elején épült, elején és közepén. Na, hát tulajdonképpen az egész egy város volt, bár most így megismétlem az Andrist. A világ legnagyobb vallási építménye, itt a súgógépből jobbra kapom az infókat. De igen, szóval az Angkorvat az tulajdonképpen egy egész várost felölel, különböző templom együttesek, különböző városi romok találhatók, ezt fogjuk most bejárni, a lényegesebb, szebb és ismertebb részeit. Most odafelé robogunk, az első állomásunk az Angkorvat, amit tulajdonképpen talán egy a legismertebb. Apró kis érdekesség, hogy a jegyvásárlásnál az Angkor Múzeumban, ott az Angkor Múzeumnál, ott oda jött hozzánk, most ott a Gyuriékhoz, oda ment egy rendőr, tourist police, szóval ilyen turista rendőr, és egy kis bájcsebe után el akarta nekik adni a jelvényét $10. De amikor a Gyurival vettünk fel egy snittet, akkor is. Szerintem, nem tudom, vagy ugyanaz, vagy pedig egy teljesen más polisz, teljesen más turist polisz, ugyanúgy el akarta adni a jelvényét. Egy ilyen pontomhíd-szerűségen kell végigjönnünk rögtön az elején. Iszonyatosan hullámzik, itt több lehet jó felvételeket csinálni. Nagyon fura. Mögöttem a bejárat látható, ami már elég tekintélyparancsoló, így azért meg kell hagyni. Az egész templom együttest 50 ezer mesterember, munkás és rabszolga építette, szóval volt rajta meló rendesen, és Visnu istennőnek szentelték Ugyamlok az egészet, állítólag. Ezeket az információkat Andristól tudom, úgyhogy remélem, hogy igaza van.
be is értünk a bejáraton, gyakorlatilag lenyűgöző a látvány, elképesztő, gyakorlatilag ez már közel 1000 éve itt áll változatlan formában, mögöttem is a bejáratnak a robosztusságát láthatjátok. Egyébként ez a templom együttes az 1400-as évekig, egészen pontosan 1431-ig volt a hindu vallás központja, akkor kifosztották a sziámiak, és azóta romtemplomként funkcionál. Utána pedig elhagyták, és azóta tulajdonképpen ilyen állapotokban van, szóval gyakorlatilag közel 600 éve létezik ez az egész templom együttes olyan állapotban, mint amilyenben most is látjuk. Megjártuk a bazársort, gyakorlatilag iszonyatosan tukmálják a turistákra a különböző műtyűröket. Sikerült is venni egy hűtőmágnest $1, ami rohadt jó ár volt ahhoz képest, amennyiben mondjuk egy hűtőmágnes más országokban kerül. Viszont egy kis srác nagyon-nagyon akaszkodott, és ő már 3-at adott volna $1, úgyhogy lehet, hogy ezt buktuk. De tényleg egyébként a turisták nagyon-nagyon rámennek, mint a hiénák. Szóval ott vigyázni kell arra, hogy mit vesz az ember, vagy mit hoznak rá. Mögöttünk is van már gyakorlatilag a templom együttesnek a fő része. Itt láthatóak is ezek a lótusz alakú tornyok, amik ugye 65 méter magasak. Gyakorlatilag az 1430-as évekig ez a templom együttes, meg ez az egész Angkor Wat romváros, ez a hindu vallásnak a központja volt. Akkor ugye 1431-ben kifosztották a sziámiak, azaz a tájok, és utána, mivel a hindu vallás innen ugye kimenekült, és ráadásul akkoriban terjedt el a buddhista vallás az egész országban, vagy az egész vidéken, ezért azóta is buddhista templomként üzemel ez az egész. Ami még egy apró érdekesség, hogy benne a templomban ott nyilván nagyon sötét lesz, de a harmadik szinten található az iránytű 4 jégtájának megfelelően 4 darab buddha szobor is. Tulajdonképpen ez is egy ilyen különlegesség az egésznek, de menjünk is be! Mögöttem a falon egy nagyon érdekes dombormű található. Iszonyatosan kidolgozott, nagyon-nagyon-nagyon látványos és nagyon szép. Mint ahogy Andristól megtudtam, ez a Menny és a pokol harca dombormű azt ábrázolja. Egyébként ezt az egész templom együttest az 1900-as évek elején a franciák állították helyre. Tulajdonképpen addig egy ilyen, hát ténylegesen romok voltak, elhanyagoltak, stb. És a franciák újították föl. Gyakorlatilag nekik köszönhetjük azt, hogy a mai valójában megcsodálhatjuk az egész Angkor Watot.
azokán. Hát egészen be volt a kapatában, mert az ezeneket tanult meg le. Szóval például tanultatottam, azt mondta, hogy az egyetem frám gyere, hogy tegénem kegyikam meg ugye. Kámmal tegénem, tegénem, én a kámmal, de itt tép, tegénem, tegénem, neked van elpont a többet, tegénem, négy évra. Csóban a bügyekben az kérdés, hogy nyíran van pusztosan, csak a mai minről van. Szóval szóval frám tűnjétek már. Érkeztünk ide az Ankorvatnak a belsejébe, itt látható mögöttem teljes egészében az 5 darab lótusz alakú torony. Föl is lehet menni, oda iszonyat kilátás lehet, nem tudom, hogy merre kell menni, de megkeressük valószínű. Andris meg a Gyuri benevezett egy ilyen áldásszerűségbe, ahol bizonyos adakozásért cserébe kaptak egy gyönyörű szép karkötőt, mutasd meg! Igen, ilyen narancssárgát és pirosat. Valami valamint a kis szerzetes fiú megszentelte őket valami ilyen vízzel, vagy nem tudom. Folyamat jött az arcba, tök jó. Amiben, nem tudom, rózsaszírmok voltak talán, vagy hagyma? Vagy ha... Neked, Zoltán, neked kívül ennek nem érdemében vallásos. Szerintem tök érdekes egyébként. Mennyire vagy vallásos? Semennyire nem vagyok vallásos. Amúgy én sem. Megtaláltuk a feljáratot a torony tetejébe a kilátóba. Itt a Das ist Shore. És ott a vége. Ezt valószínű, hogy nem fogjuk kivárni, ugyanis lemenne a nap. És a napnyugtát azt máshol akarjuk megnézni. Végeztünk is az Angkor Vattal, és most hova is megyünk, Andris? Taprom. Taprom. Utána kajálunk templomhoz, utána kajálunk egyetlen a Angkor Tom, és utána megnézzük a nap nyugtát valahol itt, valami idon? Nem tudom. Szóval most a Taprom templomját fogjuk megnézni, robogunk is oda a tuktukunkon. Egyetlen egy bibi van ezzel a mai nappal, iszonyat meleg van, legalább van itt 35 fok, de én azzal nyugtatom magam, hogy otthon 5 fok van, és azt sokkal jobban utálom. De szerencsére itt a tuktukosunk folyamatosan ellát minket vízzel, úgyhogy ez egy fő szempont. Ilyen melegben rohadt sokat kell inni. Na hát meg is érkeztünk a következő állomásunkra, a Taprom templomához, aminek az érdekessége az, hogy egyrészt lényegesen kisebb, mint az egy előbbi Angkor Wat. A másik, hogy itt forgatták Angelina Jolie-val a 2000-es évek elején a Tomb Raider filmeket. Most nem tudom, hogy melyiket, mert nagyon régen láttam a filmeket, de az egyiket biztos, hogy itt forgatták. Hát igazi Lara Croftnak érzem magam, bár inkább Indiana Jonesnak vagy Nathan Drake-nek. Amúgy itt a bejárat után
tulajdonképpen a dzsungelben kell végigmennünk egy ilyen kis kijárt ösvényen. Ez vezet el minket a belső templomig. Lényegesen kevesebbet kell gyalogolnunk, mint mondjuk az Angkor Vatnál. Ez azért egy jóval kisebb, de szerintem haladjunk is egyenesen, és keressük meg azt a Tomb Raider templomot. Ha bejöttünk így a templomnak az első kis körébe, ilyen kis bejáraton vagyunk. Tényleg Indiana Jones-nak érzem magam. Szinte dúdolom is magamban a betét dalt, hogy tényleg itt van mögöttünk az a templom rész, ami a filmben is volt. Meg fogjuk keresni vágásnál azt a jelenetet, amiben ez a rész volt a filmben, és ide be fogjuk vágni. Legalábbis egy kis részletét, nem akarok copyright claimet kapni. Itt vagyunk a Tomb Raider forgatási helyszínén. Látható, hogy a természet mennyire magáévá tette tulajdonképpen a romokat. Nagyon brutális. Veszi tulajdonképpen azt, ami az övé. Itt ugye folyamatosan növényekkel bennőtt romokat, fáknak a gyökereivel bennőtt romokat lehet látni. Itt, ahogy mögöttem is látható, de ez arrafelé is ugyanúgy jellemző volt. Peti egyébként újból magyarokba futott, úgyhogy nem mi vagyunk az egyetlen hazaiak a pályán. Nagyon durva, hogy még itt is össze lehet futni hazaiakkal, de egyébként ez az egész hely brutálisan néz ki. Tényleg ez nekem valahogy sokkal jobban tetszik, mint az Angkor Vat. Ez tényleg sokkal autentikusabb, sokkal romosabb állapotban van, és sokkal jobban látszik rajta az is, ahogy a természet már így visszaveszi az egészet. Állítólag lesz még egy ilyen helyünk az ebéd után, az teljesen be van nőve. Fákkal, indákkal, növényekkel, mindennel. Remélem, hogy az is hasonló élményekkel fog szolgálni nekünk, mint ez. Na és itt is van mögöttünk tulajdonképpen az egész Rom templomnak a belseje. Lenyűgöző látvány egyébként. Tiszta Tomb Raider. Szerintem arra befelé van a elveszett örökje. Na hát igazából ezzel a TAP Rommal végeztünk is. Gyakorlatilag ez ennyi volt. Irány tovább. Először ebédelünk kicsit. Nem azért kicsit kifáradtunk ebbe a nagy hőségbe, utána pedig folytatjuk tovább az utunkat.
egy jó kiadós ebéd után, ami egy kis tésztaleves volt, rögtön robogunk is tovább az Anchor Tomhoz, ami kétszer akkora, mint az Anchor Vat, szóval biztos, hogy elég sokat el fogunk ott időzni. Majd megnézzük egy csodálatos naplementét, ha az idő is engedi. Ugyanis egy picit elkezdett szemerkélni, de most megint jó. Meg is érkeztünk az Anchor Tomnak a főbejáratához. Ez itt mögöttem a Victory Gate és Gyuri. Ezen fogunk bemenni először tuk-tukkal, mert ugye nem itt van a hivatalos bejárat, ez csak a főkapu. Bemegyünk még rajta tuk-tukkal, és akkor onnan megyünk majd tovább a tényleges romváros felé. Egyébként erről a helyről, vagyis magáról az Anchor Tomról annyit kell tudni, hogy az Anchor Birodalomnak a fővárosa volt, ez volt a legeslegnagyobb városa az egésznek. És itt a főbejáratnál mögöttünk láthatók különböző szobrok, ezek tulajdonképpen ilyen kapuőrző szellemek és istenségek. És értünk az Anchor Tom főépületéhez, gyakorlatilag itt mögöttem tornyosul. Nagyon robosztus méretei vannak, nagyon durván nagy. És sajnos nem lehet bent videózni. Itt bent hátunk mögött mondták a Gyurinak is, hogy nem igazán kellene. Elrakjuk a kamerát, de majd szerintem még vissza fogjuk lenni. És voltunk a nagy épületnek, a nagy főépületnek a tetején. Hivatalosan nem lehetett videózni, a bejáratnál a mikrofonomat vetették le, mert hogy professional kamerával nem lehet bejönni. Ellenben ugye egy Canon 60D-vel videózok, szóval az mikrofon nélkül fotó masinának minősül, és azzal már ugye fel lehetett menni, gyakorlatilag tudtunk egy kicsit vágóképezni.
szépen bejöttünk ide a Bayon nevű épületbe. Ez gyakorlatilag itt van a főépület mellett. Ez is egy óriási nagy ilyen romtemplom vagy romos épület. Romkocsma, Andri is megfejtette. Hát, monumentális. Útközben megnéztünk még egy Buddha szobrot, ahol szintén ilyen szerzetesek vagy szerzetesnek álcázott emberek próbáltak legombolni minket pénzzel, hogy megáldjanak minket. De a többiek már megvannak áldva, én meg nem hiszek az ilyesmiben. Igazság szerint már csak a kijáratot keressük. Nagyon ki vagyunk, nagyon meleg van, nagyon sokat gyalogoltunk, nagyon fáradtak vagyunk, és nagyon várjuk már a naplementét, ugyanis az még hátra van. Gyakorlatilag elkönyvelhető, hogy ezt tényleg nem lehet megnézni egy nap alatt. Erre kell minimum az a 3 napos jegy, amit kínálnak maximálisan. Bőven el lehet nézni. 3 részen voltunk, ugye az Angkor Watnál, a Tomb Raider résznél, és itt, ezen a Angkor Tomnál. Hát még millió egy más kisebb vagy közepesebb méretű templom van. Hát ez kell a 3 nap rá, tényleg. És vagyunk felfelé a dombra, ahol a naplementét fogjuk megnézni. Lentről a tuktuk megállóból egy olyan 20 perc gyalog. Igen, 20 perc gyalog. Eléggé kaptatós az egész, és rengeteg turista jön itt fölfelé velünk. Remélem lesz azért olyan hely, ahonnan tök jól meg tudjuk nézni a naplementét. Ami körülbelül egy ilyen, mindjárt mondom, egy olyan az a 30 perc múlva várható. Igazából tovább jöttünk, mert valószínű, hogy itt az a nagy sor, az a mögöttem levő hatalmas római épületbe állt sorba. Onnan is egyébként elég jó kilátásnak tűnik, viszont van egy másik, valami Angkor Wat viewpoint, ami elméletileg totál keletre néz, és az egy tipikus kilátóhely, úgyhogy most azt fogjuk megkeresni. És onnan le is tudunk kereskedni a tuktukunkhoz majd, úgyhogy kivált képen jó. Nagy büdös helyzet, hogy nem jó felementünk, ugyanis valóban az a romos épület lett volna ott fönt a kilátó. Az a kilátó, ahonnan a naplementét gyönyörűen meg lehetett volna csodálni. Lent az Angkor viewpointot azt nem találtuk meg, ellenben látunk elefántokat, és az elefánt útvonalon jöttünk lefelé, amin ők közlekednek fölfelé. Szóval sajnos, ha az Angkor Wati naplemente az nagy valószínűséggel a bakancslistán maradt továbbra is, ezért még vissza kell ide jönnünk. Most szerintem tuktukozunk vissza a városba, és egy kicsit kimozdulunk éjszaka, vagy legalábbis este, megnézzük, hogy milyen az éjjeli Siem Reap. Amúgy is valami fesztivál vagy ünnepség van, és itt most előttem éppen egy kakas ment el. Úgyhogy ja, kicsit bóklászunk a városban, kajálunk egyet, aztán holnap pedig irány Bangkok. Hát srácok, az a helyzet, hogy itt már időközben hazaértünk, eltelt egy olyan, hát egy jó bő 3-4 óra azóta, hogy itt vagyunk. Először is lezuhanyoztunk, mert
azért az egész napos gyaloglás a 40 fokban iszonyatos módon megviselt minket. Majd úgy döntöttünk, hogy nem biztos, hogy nekünk kell ez a városi lemenete. Ráadásul szerintem, ahogy halljátok is a videóban, egy fesztivál kellős közepén vagyunk. Gyakorlatilag itt most Kambodzsában valami óriási nagy ünnep van. Ráadásul egy helyi lánytól meg is tudtam, hogy itt még holnap valami motorverseny is lesz, vagy bocsánat, motorcsónakverseny is lesz. Úgyhogy ez zajlik tovább. Mi viszont holnap már folytatjuk az utunkat Bangkokba. Meg egyébként esett is kint az eső egy kicsit, szóval azért is nem mentünk le. Amúgy meg itt már gatyában döglünk a szobában. Tulajdonképpen ez a videó az így ennyi lett volna. Gyakorlatilag igazából benne foglaltatta a Siem Reap utunkat, a megérkezést, a szobát, ami nagyon jó még mindig. Bár előbb egy kis gyíkot kellett kikergettetnünk a személyzettel, mert mi nem mertünk. És még ugye ma pedig az Angkor Wathoz látogattunk el. Amit tényleg nem lehet bejárni egy nap alatt, arra minimum kell egy 2-3 nap, és gyakorlatilag ilyen jegykonstrukciókat is lehet kapni. Körülbelül egy ilyen másfélszeres áron, mint az alapár, amiért mi $37 fizettünk. Gyakorlatilag egy olyan $60-70 már a háromnapos jegyet tudjátok majd megkapni. Ami azért valljuk be kell is, ugyanis 3 napot erre a templom együttesre biztos, hogy rá kell szenni, hogyha valaki ezt az egészet be akarja járni. Ez a videó ennyi volt, következőben utazunk Bangkokba. Én Spilman Zoltán voltam, ez volt a Mozdulj Ki csatorna. Hogyha tetszett ez az egész, akkor lájkoldozd meg, iratkozz fel, stb. Robogunk is tovább, irány Bangkok, sziasztok!